tudnunk kell dolgokról. Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyet 10 évre titkosítanak. Hogy mi nem tudhassuk meg, hogy pontosan honnan, kik, hogyan befolyásolják az életünket, és pontosan milyen gazdasági számítások alapján várhatjuk Magyarország fölemelkedését, vagy éppen meggyengülését. Szijjártó Péter külügyminiszter és a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság elnöke írta alá 2015-ben a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról szóló szerződést. A dossziét összecsukták, és a kormány azóta sem akarja megmutatni, mi áll benne. A beruházást ugyanis szinte minden részletében titkosították. Első fokon még azt is titkosították, hogy miért titkos. 30 évre titkosítaná a kormány a kiemelten fontos beruházások műszaki és pénzügyi adatait. Így például nem derül neki, hogy mennyiért költözne a várba Orbán Viktor, vagy hogy mennyibe kerülne a felcsúti kisvasút meghosszabbítása. Több mint egy évig nem hozták nyilvánosságra, hogy gyermekpornós ügybe keveredett egy magyar diplomata, a külügyi bizottság februári ülésén pedig 10 évre titkosították az ügy részleteit. 2050-ig titkosították a Nemzetbiztonsági Bizottság Pegazus ügyben összehívott ülésén elhangzottakat. Bár az elmúlt 2 évben az emberek mindennapi életét meghatározó döntéseket hozott, a koronavírus járvány kezelésére létrehozott operatív törzs, hogy mi alapján határozták meg a legfontosabb lépéseket, 2030-ig nem derülhet ki, ugyanis eddig titkosították a törzs üléseiről szóló dokumentumokat. 50 évre titkosították a külügyi bizottság zárt ülésén elhangzott információkat az orosz-ukrán háború kapcsán. Jövőre már nem lesz nyilvános, ha egy magáncég a társasági adóját felajánlja egy sportszövetségnek, vagyis nagyjából évi 50 milliárd forintról nem lehet majd tudni, hogy ki adta kinek és milyen célra. Külön díjat kap tőlem ma az a néző, aki megmagyarázza, hogy milyen alapon titkosították a több mint 60 éve gyermekotthonként működő Fóti Károlyi kastély ügyét.